Most annyi segítségem van, hogy mivel tudom, hogy a fa a feladat, úgyhogy valószínűleg a kő lesz a beszélgetés, úgyhogy azzal kezdjük. Csabusa, jó napot, csillámláma, csillámtalanít... Na még egyszer. Jó napot, csillámláma, csillámtalan... Nem igaz. Csillámláma, csillám... Csillám... Ne, mindegy. Sziasztok! Itt az idő szétdarálni két pályát, bizony két pályát, ebben a részben is kettő lesz. Ugyanis két rövid pálya jött egymás után. Végvittem az elsőt, gondoltam, intro elé bevágom, ugyanis pár perc az egész, majdhogy nem egy perces. Aztán megnéztem a következő pályát, és az is ilyen rövid volt. Jó, nem ennyire rövid, az már egy fokkal hosszabb volt, de szintén pár perc alatt végvihető. Úgyhogy most egyben lesz a kettő. Mind a két pályáról ugyanazon okból csinálok videót. Az alapötlet az plusz 10-es, a kidolgozás viszont mínusz 10-es. Az első gondolatom az volt, hogy nem csinálok róluk videót, hiszen szörnyen egyszerű az építés, de aztán meggondoltam magam, mert végig is jó ötletek voltak benne, sőt az első pályán kifejezetten jó derültem, tényleg poénos dolgok voltak benne. És nincsen rajtuk parkú, labirintus, tehát ezeket a szokásos elemeket sem tartalmazzák. Úgyhogy miért ne? Tehát valami más. Lehet, hogy nem a legfényesebb pálya, nem olyan jó a kidolgozás, sőt. De akkor is más, mint az átlag, úgyhogy szerintem érdemes megnézni. És talán ezzel ösztönözlek is titeket, hogy hagyjátok már azokat a hülye, unalmas feladatokat. Az első pályát MC Attila készített, és az a címe, hogy MAP. Hát igen, ez már jelzi, hogy ja, itt nagyon nem egy világ megváltó pálya lesz. Így kezdünk, farkas szemet nézünk egy bárányjal. Farkas szemet, bárányjal, érted? Farkas, bárány. Na mindegy. Ami egyébként csillámláma. A környezet lélegzett elállító egy síkság terül elénk, vajon mennyi ideig építette ezt? Üdvözöllek a pályámon, szabályok a szokásosak. Mi az, hogy szokásosak? Az agyamat eldobom, amikor lusták vagytok leírni, hogy mi merre, hány méter, és akkor megoldjátok egy ilyen kifejezéssel, hogy minden a szokásos. Nincs olyan, hogy szokásos. A régi pályákon általában túlélőzés volt, az újabb pályákon már inkább kalandmód van. Most kinek mi a szokásos? Tehát nincs olyan, hogy szokásos. Felejtsétek el. Bent a házban a következő típushiba, felirat nélküli gombok. Én erre azt is gondolhatnám, hogy díszítő elem is nem nyomom meg. Tessék feliratozni a gombokat. A ház másik oldalán meg a földön van egy gomb, erre tényleg azt hihetném, hogy díszítés, olyan mint egy kavics. De úgy döntöttem, a kedves napot tartok, úgyhogy visszamentem a házba megnyomni a gombokat. A fa gomb a feladatot jelzi. Feladat, menjen a gyógyszertárba. Másik oldalon történet, te egy átlakos ember vagy, a csillámlábát beteg lett és nem csillámol. Szerintem ezzel a gombbal kellett volna kezdeni, de mivel nem írt feladatokat, hát nem tudtam mit csinálok. A kinti kavics elteleportál a gyógyszertárhoz, pontosabban elé a földbe. És odabent, csoda, egy feliratos gomb, végre tudom melyik fog elteleportálni. Most annyi segítségem van, hogy valószínűleg a fa gombot kell utoljára megnyomni, mert az a feladat, úgyhogy a kő lesz a párbeszéd. És igen, Csabusa, jó napot, csillámláma, csillamtalanságkor ellen szeretnék gyógyszert vásárolni. A gyógyszerész meg sajnálom, de elfogyott. Itt annyit alakítanék, hogy új sorba kezdeném a gyógyszerészt. Feladat, menj el a raktárba. A raktár bejáratánál van egy kavics, ami meg akar idézni két valamit. Hát most vagy olyan helyre, hogy nem látom, vagy két szörnyet, de békésen vagyok, úgyhogy... Hát igen, a szokásosból nem derült ki, hogy a szokásos békés nehézség, vagy a szokásos könnyű nehézség. Nem tudom, melyik szokásos. És oda bent csak a teleport van feliratozva. Nem értem ezt a logikát, akkor a többire miért nem írta rá? Ez kész, nem tesz. Jó napot! Van mguknak csillámlám a csillámtalanság kór elleni gyógyszerük? Igazgató. Igazgató. Sajnálom, de még nem kaptunk a gyárról szállítmányt. Viszont a falusira jól írta rá. Feladat, menj el a gyárba. És megint blokkba teleportálunk. De miért? Nem értem. Megvan a teleport gomb? Oké, jó. A ládában egy nameTag van, névcédula, nem tudom minek fordítják. Itt a gyógyszer, megyek is haza. Van még egy gomb, mi történt itt? Lusta volt a készítőgyárat építeni. Teleport, katt a gyógyszer el a birkára, utána a gombra.
És igen, meggyógyult, igaz, új nevet is kapott, de végre újra csillámol. MC Attila, köszi, hogy kivitted a mappom, meg egy liter water, ahogy mondod. Épített MC Attila, remélem tetszett. Nézzünk egy mérleget, illetve ez rövid pálya volt, ez legyen mini mérleg. Nekem nagyon tetszett a történet, nagyon egyszerű volt, de vicces. Ami nem tetszett, a felirat nélküli gombok, szerintem mondanom sem kell. Tehát ha azt akarjátok, hogy megnyomja a játékos, akkor írjátok rá, hogy mi az, vagy valami, szerintem értitek. A másik a felesleges teleportálások, tehát sokkal jobb lett volna a pálya, hogyha épít egy ilyen kis várost, és el kell sétálni egyik épületből a másikba, mint így, hogy a pusztában ide-oda rángat. Nem tudom, miért ezt a megoldást használta. Építeni is könnyebb egyébként, nem kell ide-oda repkedni, hanem ott helyben megépíti. A második pályát Milán Király 2 készítette, és az a címe, hogy játék nem. Azóta se tudom, hogy ez mit jelent, és hogy hogyan kapcsolódik a pályához. A kezdőhelyen egy rakás káposztával vagyunk körbevéve. Elkezdtem nézelődni, közben a zombik szagot fogtak, mert majdnem belerajzoltam a nadrágomba, de szerencsére a káposzták megvédtek. Mondom én, Bauti, kik vagytok? Mondják a kaktusz salik. Mi tégedet hívtunk, hogy legyegőzd a piramist. És ti miért nem bírjátok megcsinálni? Nincs kezünk. Ja, így már értem. Akkor indulok. Ennyi. Nem is kellett nagyon győzködni, megyek. Bejárat fölött mokatár, kicsit arrébb nyomólapok, amíg bezárnak. Utána jön egy kis folyosó, a végén lépcső, fent pedig láva, mögötte víz, érdekes dizájn. Botlódrót, vajon ki építette ezt a piramist? Nem tudom, de le akarom győzni, mert a kaktussalik azt mondták. Hopp, egy csapda, de ez nem fog ki Chabuana Johnson. Tatterattá, tatterá. Tovább menve találkozunk egy teremmel, ahol a piramis építői megunták a lépcsőket és egy ilyen fura létrás megoldást alkalmaztak. Utána még több érdekes lávás dizájn. Utána egy tábla, ne erre menj, menj, és ellipszilonnal fölírom a listára, láttam már mennyet egyennyel, kétennyel, láttam olyat is, hogy menj, jö, tehát enybetű és pontosé, de ilyet még nem, hát ez kész. Mekkora ellenségetek nektek ez a szó? A tábla után egy kis folyosó van, a végén rossz út alatta a láda, benne egy karami é. A nem rossz út felé van egy láda, benne íj, meg nyílvessző, összefoglaló nevén íjvessző. Azon túl lávamedence és három nyomólap. Valószínűleg úgy találtak, hogy lövöldözni kelljen, de fuck the system. Én a piramis építőjét nem tudom megérteni, hogy miért csinált ilyen folyosókat meg próbákat, tehát mi ennek a piramisnak a célja tulajdonképpen. Mikor elérkeztem az utolsóhoz, láttam, hogy valószínűleg elég lett volna csak arra rádobni. Hát ha ő úgy gondolta, hogy mind a háromra kell, de nem csinált éskaput, akkor nem szép megoldást. Egyébként meg, ha nem kellett, akkor teljesen jó. Tehát az én figyelmetlenségemen múlott, hogy elpazaroltam még két nyilat. Még egy kis folyosó, utána generátor, ami láva. Botlódrót, generátor egy piramisban. Utána egy nyomólap, ami ugráseffektet ad, és sikerül lefejelnem a plafont. Újra megszólalok, Úr Isten, mi ez? A játék által generált piramis egy átalakított változatában vagyunk, az elrendezés nem túl szerencsés, tehát szemben van a nyomólap, teleport az űrhajóra, ami tovább visz, és ezzel szemben pedig a történet eldugva az egyik sarokban. Egy napló beszél hozzánk, ez az épület a földön kívülieké, és el akarják foglalni a kaktussal át a bolygót. 1965 otta itt vannak, és nem hagyják békén a kaktussalátákat. Uff, igazi nyelvtanimátor szöveg. Kicsit körülnéztem az emeleten, és az is át van alakítva. Tényleg elteleportálunk a nyomólaptól egy ilyen négyágú valamiben, három ágban kar van, egyben pedig ajtó. Az egyikben tábla is, húzd le és húzd ki. Valahogy éreztem, hogy ez robbantani fog, úgyhogy megnéztem a másik két kart, de nem csináltak semmit. És akkor jöhet az akció rész. Sikerült, újra kaktussalik közé jutottam, és van itt egy fura építmény is. Van itt egy jutalomláda felszereléssel, rakd a sárga fára a karokat, ha megszerezted. Készítő Milán Király 2, remélem jó volt, és még egy jutalom. A karokat a DM felirat alá kell rakni, nekem csak egy volt, de a poén az, hogy ez is elég volt. Meghúztam és elteleportált. Kiírások, szexi ez a bánya. Ha ez valami jutalom akart lenni, akkor valahogy nem érzem magam megjutalmazva, hogy kimásolta egy játék által generált bányát.
Lássuk a mini mérleget, ami tetszett kaktussalik. Poén volt, ötletes. Igazából mondhatjuk azt, hogy a játékban, illetve a pályán az elnevezések kreatívak voltak. Gondolkodtam rajta, hogy a piramisban való kalandozást mondjam el, ugyanis nekem egy kicsit hangulatos volt. Tehát ha a piramis, akkor arra gondolunk, hogy csapdák vannak, meg próbák, amiket ki kell állnunk, vagy teljesítenünk kell, és ugye itt is ez volt. Persze nem voltak nagy újítások, tehát nyomólapra lövöldözni, vagy a nyomólap utána ugrás effektet ad. Tehát nem voltak olyan nagy újítások, de belepasszolt a piramisba, és igazából ez a lényeg. Viszont ami tényleg gyengesége a pályának, a hihetetlenül lyukas történet, tehát bennem egy rakás kérdés maradt meg, miért akarják elfoglalni a világot? Egyáltalán hogy tudtam az űrhajójukban úgy mászkálni, hogy egyetlen űrlénnyel nem találkoztam? Ki a főszereplő, honnan jött, mit kell róla tudni, tehát semmi, egy rakás kérdés. Tulajdonképpen csak a magot tudtuk meg a történetből, ami mindegyikben benne van, ugye, hogy van valaki, aki el akarja foglalni a világot, és mi vagyunk a hős, aki megmenti a világot. A másik gyengeség pedig az extrém helyesírás. Köszönöm, hogy néztetek, a kézikönyv óvjon! Tattarattá, tattaráááá!